Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a magyar önkormányzatok, a magyar klímabarát önkormányzatok képviseletében. Már többször hangoztatott 17 cél, ha jól átnézzük, akkor szembetűnő. Ha a világ összes önkormányzatát nézzük, akkor mindenhol érdekeltek vagyunk. De ha csak a magyar Kárpát-medencei önkormányzatiságot nézzük, bizony-bizony akkor is ezeknek a kétharmada, az közvetlenül kapcsolódik az önkormányzatokhoz. Ha már itt tartunk, akkor azt gondolom, hogy nekünk itt dolgunk van. Mi önkormányzatok úgy érezzük, hogy az élére kell állnunk ennek a munkának. Ebben a szövetségben kevesen vagyunk jelen pillanatban, de érezzük a felelősségünket. Két előítélettel bizonyosan szeretnénk leszámolni. Az egyik az, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem az a zöld szervezeteknek a kiváltsága. Nem, mi azt gondoljuk, hogy nincsenek ilyen kiváltságok, mindenkinek a dolga, és mi az önkormányzatok részéről azon szeretnénk munkálkodni, hogy a településünk minden egyes lakója, ott élője ugyanezt gondolja. A másik dolog, hogy ezeket a problémákat a nemzetközi szervezetek majd megoldják. Nekünk nincs dolgunk, amúgy is picik vagyunk, hiszen Magyarország, ha a kibocsátást nézzük, akkor valóban szinte elhanyagolható az a mérték, amit mi ehhez hozzáadunk. De mi azt gondoljuk, hogy nem így van, a legkisebb falunak is, és minden egyes háztartásnak dolga van ebben. Ha mindannyian így fogunk gondolkodni a zöldterepséggel, akkor pedig elérjük azt, amit a nagy nemzetközi célok szeretnének, a nagy nemzetközi szervezetek, sőt, azt gondolom, hogy csak akkor fogjuk tudni elérni ezeket. A világban nagy a bizonytalanság, szinte erről ment el az internet a hírek, szinte egy biztos, azt a jót szokták mondani maga az, hogy változik minden. Mi ezekben a változásokban lehetőséget látunk, és a lehetőség mellett igen nagy felelősséget is. Szeretnénk ezt a felelősséget megragadni, és minden erősségünket, ami a települési szinten megvan, ezeket közkincsé tenni, és bevonni az összes többi települést, mert vannak kincseink. Van európai égfája, van gyermekek királysága, van szerelembölgyünk, vannak fenntartható gazdasági próbálkozásaink, vannak energetikai próbálkozásaink, vannak olyan törekvéseink, amelyekről nem csak Magyarországon, de Európában is méltán büszkék lehetünk. Mindettől függetlenül nem állunk jól. Azt látjuk, hogy még itt Magyarországon is, az önkormányzatok között is nagyon nagyok a különbségek. Más a lehetősége egy nagyvárosnak, és nagyon más a lehetősége egy egészen pici, elszegényedő településnek. És ha ezt megnézzük az ország területén, akkor mind nagyobb különbségeket látunk. És nem csak a kibocsátás csökkentéséről van szó, leginkább az alkalmazkodásról. Hiszen ezek a települések, ezek a település típusok sokkal sérülékenyebbek. Mi a szövetség részéről azon szeretnénk munkálkodni, hogy ezt a 17 célt, amelyen valamiféle megoldást kellene találni, minél közelebb hozzuk a kis településeket, nagyobb segítségét kérjük, és próbáljuk együttműködni minden más önkormányzati szövetséggel, civil szervezettel, kormánnyal, és a nemzetközi szervezetekkel is. Ez komoly feladatokat ró ránk, hiszen nem kisebb a mi célunk, mint hogy olyan település modellt állítsunk fel magunk elé célként, ahol munkahelyet tudnak biztosítani az embereknek, ahol ott élhetnek, ahol gyermeket nevelhetnek, ahol van óvoda, van iskola, van egy egyszerű közért, van templom, van jövőkép, sőt, azon még kocsma is a templom mellett, mert hogy közösséget is kellene építeni. Próbáljuk elfelejteni is egyszerűen egyfajta gazdasági kérdéskörré silányítani a fenntarthatóságot, mert azt gondoljuk, sokkal többről van szó, ez nem egy gazdasági kérdés, ez csak holisztikus megközelítéssel lehet egyáltalán bármiféle eredményt elérni hosszú távon. A legfontosabb feladataink, amiket most a következő egy-két évben kitűztünk magunknak, hogy a létrejövő megyei klímaplatformokkal együtt
és ezen 20 platforma a fővárosra kiegészítve olyan országos stratégiai rendszert dolgozunk ki, ahol lehetősége van mind a 3200 magyar településnek, hogy csatlakozzon ez a nemzeti és globálisan ez a nemzetközi közös célhoz. Ne csak feladatot rójunk rájuk, lehetőséget is teremtsünk. Hosszú távon azt gondolom, azt gondoljuk mi, jelenleg 35-en, hogy a településeknek akkor van jövőképe, hogyha ezek nem lakóhelyek lesznek, hanem életterek. Az emberek nem csak azért vannak, mert olcsó a lakás, vagy mert ott kell élnem, hanem mert szeretek ott lenni. És szeretem ott megélni teljességében az életemet. Ehhez kérem az önök támogatását, és természetesen minden magyar honpolgárit is. Bízom benne, hogy mai nappal is egy lépéssel közelebb jutottunk.